Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Először is megtekintjük azt, mit üzennek a kártyák, az ő gondolata, az ő terve. Itt vannak fájdalmas emlékek, ezen ő nagyon töpreng, és úgy gondolja, hogy valaki a környezetében maszkot visel, és nem becsületes vele szemben. Most megnézzük az ő érzelmeit. Itt látható a dobó kocka, az jelenti a játékos fellépést, de azt is jelentheti, hogy valaki játszadozik vele. Kapott egy hírt, és ő rájött arra, hogy ez a személy játszik vele, játszadozik vele, maszkot visel, és meg akarta sérteni. Lehet, hogy úgy a háttérben én úgy érzem, hogy olyan mézes, mázassan közeledett hozzá, ez volt a maszk, de a maszk mögött, és ő ezen átlátott, ez a személy játszadozik vele, és így hátulról szeretné megbántani őt. Mit fog tenni, ami téged illet? Ő benne érzi magát ebben a toronyban. Ez egy szűkös helyzet, keres egy kiútat, keres egy megoldást, beszélni akar veled, mert tudja azt, hogy te tudsz adni neki egy jó tanácsot, hiszen itt a bagoly madár jelenti a bölcsességet. Ez a torony utalhat egy bírósági ügyre, vagy egy hivatalos dologra is. Lehet, hogy ott jött egy szerződés, vagy egy dokumentum, egy hír, és valaki játszadozik vele ebben a helyzetben, és maszkot visel. Mi köt össze benneteket? A halak. Ezek jelenthetik az anyagiakat, de jelentik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, vagy ő értékes számodra. Lehet, hogy vannak még anyagi témák is, vagy kihat a munkára, a hivatásra, hogy itt is van egy közös út, egy közös terv. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.